feljelentést, miért? Azért tettem feljelentést, ismeretlen tettes ellen tettem büntető feljelentés március 31-én. Azért tettem feljelentést, mert 2013-as, 2014-es közmunka program start, mint a programjában történt jó néhány szabálytalanság. Ezek elsősorban adminisztrációs hibák voltak. Nem megfelelő nyilvántartásvezetések, az állatok elhullása nem volt szigorúan ellenőrizve. Nem volt szigorúan vezetve az ezekről készített nyilvántartás. Amit értékesítettek, az az összeg nem lett visszaforgatva a közmunkaprogramba. Vagy ha vissza lett is esetleg forgatva, ez nem volt nyomon követhető. És ugye itt települési szinten szányra kelt egy pletyka, illetve mentek mondák arról, hogy az előző polgármestere miatt mondott le, mert ő volt a felelős. És hát ezzel én úgy gondolom, hogy több probléma is van. Tehát egyrészt azért, mert a polgármester az egy végrehajtó hatalom, a képviselőtestület dönt. Most azért egy 13-as, 14-es időszak, minimum 2 évről beszélünk, azért ott ezeknek a problémáknak jelentkezni kellett. És nem csak a polgármester felelőssége az, hogy azt mondja, hogy gyerekek, álljunk már meg egy pillanatra, mert itt valami nem működik. Tehát itt azért a képviselőtestületnek is kell, hogy lásson és tudjon dolgokról, és hogyha az nem megfelelően működik, akkor kutya kötelessége felemelni a hangját és azt mondani, hogy ez nem jó, hiszen tesz egy hivatali esküt. Hiszen ő azért van ott, mert képviselő, ami azt jelenti, hogy képviseli a polgárokat, az érdekeiket. Nem másért, a polgárokét. És nagyon egyszerűen el lett ez az én olvasatomba intézve, lemondott a polgármester, minden meg van oldva. Igen, de valójában nem tudjuk, hogy volt-e belső vizsgálat az önkormányzatnál, ha volt, akkor az, arról miért nem lehet semmit látni a település honlapján. Ami egyébként szintén megér egy misét, hiszen elég szűkre szabott a repertoára, kevés mindent tesznek föl. A lakosok így nem igazán tudnak értesülni a helyben történt dolgokról. Eldöntik a fejük fölött, hogy most ez lesz, most így lesz, elmondják, hoznak róla egy határozatot, vagy egy rendeletet, vagy egy döntést, és azt vagy felteszik a település honlapjára, hogy elérjék a lakosok, vagy nem. És innestől kezdve mindenki csak a zavarosban tapogatózik, és nem tudja, hogy most igazából mi is történik a településén. Aztán a másik dolog az, hogy ugye elmondtam, hogy nem tudunk, hogy volt-e jelentés, vagy belső vizsgálat, erről készült-e jelentés. Az, hogy valakire azt mondjuk, hogy jó, ő lemondott, mert az ő polgármestersége alatt, vagy az ő regnálása alatt történt ez a hiba, az még nem felelősségre vonás. Hivatalos szerv nem mondta ki, hogy igen, itt ilyen meg ilyen dolog történt, ez meg ez a vétkes benne, és ez meg ez a büntetése. Az, hogy történt egy belügyminisztériumi vizsgálat, és itt ez kibukott, erről készült egy jelentés, az önmagában még mindig kevés, nyilván nem az, de önmagában még mindig kevés a felelősségre vonáshoz, hiszen magát ezt a felelősségre vonási eljárást senki nem indított el, vagy legalábbis nem publikus ez, tehát nem látják az emberek, mert erről sincsenek tájékoztatva. És én úgy gondoltam, hogy igenis, ez mindenkinek az érdeke az, hogy tisztán lásson ebben az ügyben. Ki volt? Ki miatt történt ez? Miért történt ez? Ha ez egyszerű adminisztrációs hiba, azt is lehet orvosolni. Többször kell ellenőrizni. Ha az az illető, aki ezért felelős, hogy ezeket ellenőrizze, vagy ezeket a nyilvántartásokat vezesse, ha nem tudja ellátni a feladatát, akkor át kell helyezni egy másik munkakörbe, amit tudja, hogy kell ellátni, vagy amiben könnyebben beletanul, vagy ami a szakmájába vág. És akkor ezt pedig egy olyan emberre bízni, akinek ez szakterülete, vagy legalábbis van rálátása, és tudja, hogy mit és hogyan kell csinálni. És egyébként pedig egyszerű végrehajtás ez is, hiszen akkor, amikor ugye egy település kap egy közmunkaprogramra x millió forint támogatást, ott le van írva, hogy erre meg erre az időszakra, ennek meg ennek a településnek, ilyen meg ilyen célra. Ezért meg ezért az elvárásért cserébe. Egyszerű pontról pontra végre kell hajtani. Ha valakinek ez nehézséget okoz, akkor elő kell venni újra és újra ezt, hogy miért
kaptam? Mire kaptam? Mennyit kaptam? Mikor kaptam? És akkor kell újra meg újra át kell olvasni, és akkor ez alapján kell végrehajtani ezeket a dolgokat. És én emiatt tettem feljelentést, mert én úgy gondolom, hogy ez nem volt egyértelmű, nem derült ki egyértelműen, és megérdemlik az abátszalóki lakosok, meg egyébként más település lakói is, ha ilyen esetben keverednek, hogy igenis tisztelássanak azzal, hiszen azért ez felelősségre vonással is járhat, és amúgy sem gondolom azt, hogy túlságosan virágzó lenne a bácsoknak a gazdasága, ami szintén probléma. Hiszen egy 15-20 évvel ezelőtt az emberek imádtak ide járni. Ez volt a paradicsom, ahova minden évben azt várták, hogy nyaralhassunk és menjünk el. És az volt a település legnagyobb problémája, hogy nem lehet autóval leparkolni a főúton. Vagy az, hogy nem tud beülni egy étterembe ebédelni, mert már az ötödikbe megy, és mindegyikbe telt házal, és nem tudják kiszolgálni. És erre most sorra zár be minden, kongó éttermek vannak, és egyszerűen pusztulásnak van indulva minden. A fiatalok elhagyják a települést, mert nem tud elhelyezkedni. Az idősek itt maradnak, mert nyilván ugye azt szoktuk mondani, hogy öregpárt már nehéz átültetni, a nyugdíjából ő itt is el tud élni, de itt megtorpan minden. Nincsenek fiatalok, elmennek a fiatalok, akkor nem lesz, aki tovább vigye. És azért, ha szétnézünk, ez egy gyönyörű hely. Természeti csoda, ami tetszik. Tehát én például nagyon-nagyon szeretem, meg nagyon szeretek ide is kijárni, nagyon élvezem. Vannak más olyan jellegű gondok is, ami egyébként még eztán, bár úgy gondolom, szintén megoldás is, ez is adminisztrációs hiba. Például nemrégen bukkantam rá egy tévesen adminisztrációs hibából lehívott 26 millió forintos támogatást. Hogyan lehet 26 millió forintot tévedésből adminisztrációs hibából lehívni? Hát ez nekem egy kicsit abszurd. Lehet, hogy azért, mert én ebben dolgozom, és nekem ez szakterületem, de ez lehet, hogy be tudják mesélni néhány embernek, de nem minden ember tudja. És az emberek egyre inkább elgondolkoznak azon, hogy mi is történik itt. Hiszen az, hogy most van egy turisztikaira rosszabb év, az csak egy dolog. De itt már 15-20 éve tart ez a csúszás lejjebb, és bizony aggódnak a település lakói nagyon nagy számban attól, hogy más települések sorsára jutnak, ahol már semmi más lehetőség nincs, csak a közmunka. És ez szomorú. Főleg egy ilyen helyen, ahol tele van lehetőségekkel. Ez vannak sürgős problémák, illetve mik a legsürgősebb problémák a településen? Vannak sürgős problémák. Először is mindenképpen azt gondolom, hogy a település önkormányzatán belül is rengeteg mindent kellene rendbe rakni. Problémának érzem azt, hogy a köztisztviselői utánpótlás. Sokan, akik bent dolgoznak egy-egy hivatali részlegben, 15-20-25 éve dolgoznak azon a helyen, ahol most is dolgoznak, jönnek, mennek tőlük az emberek, akik közmunkaprogramban vannak alkalmazva. Az most mindegy, hogy milyen iskolai végzettség, tehát abban most ne is folyjunk bele, mert ne. Magában problémának tartom például ezt. Meg kellene oldani ezeknek a szakembereknek, akik a közigazgatásban dolgoznak, az utánpótlását. A fiataljaink elmennek, akik egyébként diplomával rendelkeznek sok egyéb területen, és esetleg itt ki lehetne őket képezni. És például egy anyakönyvi hivatalt, vagy bármelyik másikat is mondhatnánk, vagy egy adóügyi hivatalt. Nem lehet egy hónap alatt megtanulni. Itt az kellene, hogy már 2-3 évben azzal a alkalmazottal, vagy köztisztviselővel, aki már 20 éve itt dolgozik, az adját, a csínyát, bínyát, ismertesse meg az emberekkel, az új alkalmazottat, aki majd évek múltán át fogja tudni venni az ő helyét. Tehát például ez nagyon nagy probléma, és ugye miután a fiataloknak nincs munkahelyük, ők meg elmennek. És mi mindig ebben a tárgykörön belül a ilyen pozíciókban rengeteg közmunkást tesznek be. Nyilván el kell őket is helyezni, az embereket is valahol, és nyilván soknak diplomája is van.
De még egy hivatali dolgozó tesz egy hivatali esküt, ami őt igenis köti, a titoktartás és sok egyéb más, addig egy közmunkást nem terhel ilyen. Nem terhel felelősség. Nyilván én értem, hogy kevesebb a pénze is, de önmagában, miután nincs akkora felelősség a vállán, nyilván nem ugyanaz a munkavégzésben a motiváció sem. Tehát sok esetben letöltöm a 8 órámat, vagy 7 órámat, 6 órámat, megkapom a havi x 1000 forintomat és kész. És ez sem biztos, hogy jó. Problémának találom még a személyszállítást, amiről már beszéltünk korábban. Én azt gondolom, be kellene vezetni mindenképpen egy ilyen csippes megoldást, egy ilyen vonalkódos megoldást. Problémának találom a települési ingatlanadót. Nagy teher a kisnyugdíjasokra főleg. Nagy teher azoknak, akiknek van több ingatlanuk, és régen foglalkoztak azzal, hogy ide turisták jöttek üdülni. Nincs turista. Vagy nem mennek hozzá. Az ingatlan ott van, nem tudja eladni, mert most per pillanat áron alul kellene, hogy eladja. Persze, hogy sajnálják el kutyavetélni. Ami érthető. Problémának találom azt, hogy nincs egy állatmenhely. Miután rengeteg illegális szemét lerakó van a település határaiban, ezzel együtt megszaporodik a kóbor állatok száma is. Ezeket be kellene fogni, nem csak az emberek védelmében, az állatok védelmében is. Mert hogyha megfelelően vannak etetve, megkapják a szükséges oltásokat, gondozva vannak, akár még van is, aki örökbe fogadja őket, azért az, most értem én, hogy jószág, de kutya az ember legjobb barátja. Tehát azért, és erre is oda kellene figyelni. Vagy problémának találom az, hogy ennyire visszaesett a település turisztikája. Számos lehetőség lenne, meg ötlet, amivel lehetne ezen javítani. Itt van egy hatalmas partszakasz, élővíz. Lehetne egy kajakkenu szakosztály, lehetne felkészítő táborokat. És nagyon sok ilyen egyebet. Problémának találom a rendőrség helyzetét. A rendőrség épülete, hát az a rész, ahol a rendőrök vannak, vagy az ő hivatali részük van, az önkormányzat emeletén a fél szárny le van zárva. Most ők ott, ha rabosításra visznek be, tegyük fel valakit, nem tudják rabosítani, mert nincsenek az ablakokon rácsok. A berendezés az, hát szerintem egy ilyen 40 éves időutazás. Tehát azok az igazi, régi, nehéz bútorok, sajnos azt lehet mondani, hogy olyan eszközök, amit is olykor a dolgozók saját pénzén vesznek, vagy saját kérdezik az, hogy a dolgozók tudjon. Vagy ugyanilyen probléma például a gépjár, vagy a rendőrségi gépjárművekbe a GPS szoftverek frissítése. Nincs rá pénz. És van benne egy eszköz, amit nem tud használni az illetékes, mert nincs frissítve. Vagy problémának találom az utak állapotát. Mindig egy mese jut eszembe erről, a gyerekeim nagyon szeretik a Villámekvény című mesét, és mindig az a mese jut róla eszembe, amikor a 66-os út mellett eltévedt a Villámekvény, és ott megfogták, és beszállították, és azt mondták, hogy jól van, elengedlek, hogyha leaszfaltozod az utat. És hát ő trehány munkát végez, és akkor jönnek a turisták, és zötyög az autó, és akkor kivilágítanak mindent, csak a töltőállomástól kezdve mindent, csak vendég is jöjjön be, és a vendég nem jön be, mert a GPS nem találja, és egyébként is olyan rossz az út, hogy kirázza az autó alul a kereket, mire odaérne. Nem szívesen mennek. És ugyanezt látom egyébként ezen a településen is, hogy nem tudunk a településre bejönni egy stabil úton. Mert nagyon rosszak az utak állapota. És azért mondjuk egy Budapestről érkező turistának, vagy a Dunántúról érkező turistának egyszer eljön és elmegy a kedvettől. Vagy nagyon sok megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a helyi család, kisgyermekes család, nem tudnak lejönni szórakozni a partra. Mert félnek, nem érzik magukat biztonságban,
és egyébként egyetlen egy járőr, rendőr van szolgálatban, tehát nincs több. Tehát én úgy gondolom, hogy jó, nyilván itt van a polgárőrség, viszont nekik nincs olyan hatalom úgymond a kezükben, amivel úgy tudnának eljárni, hogy az hatékony legyen. De például lehetne erre egy közterületben felügyeletet létrehozni. És a közterületeseknek már van lehetősége, mert az hivatali személynek számít. A rendőrrel együtt intézkedni esetleg. Vagy a problémának mondhatom még azt is, hogy például kint a perifériákon, ugye az üdülővezeteket körbevevő részeken térdig ér a zavar. Senki nem vágja le. Az utak, a bevezető utakra rá vannak nőve a fák, ezek a kis cserjék. Tehát ezeket rendbe kellene tenni. Szóval nagyon-nagyon sok olyan probléma van, ami egyébként nem is pénzkérdés lenne, inkább csak átszervezés és hozzáállás kérdése. És akkor viszont látványos dolgokat lehet vele előhozni. És mi az, amit feltétlenül szeretne megvalósítani, és miért pont a bátszalók? Azért a bátszalók, mert mint már elmondtam, ugye én már régebben foglalkoztam a településen élő jó néhány ember gondjával, problémájával, és a másik válaszom pedig az, hogy ezért. Tehát egyszerűen gyönyörű, szép, és nem ezt érdemli. Nem ezt érdemli. És természetesen mindent meg szeretnék valósítani, amit elgondoltunk, tehát ez nem kérdés. Az más kérdés inkább, hogy mi az, ami sürgetőbb lesz elvégezni. Most nyilván, ami mondjuk úgy hozzáállás kérdés és nem pénzkérdése, nyilván azzal halad az ember. Ami pénzkérdése és átszervezés kérdése, az már más tiszta, mert nyilván azt is idővel, ahogy telik az idő, megvalósítjuk, de ahhoz például, hogy még itt a turizmust rá tudjuk szervezni, ahhoz például kellene látni az önkormányzat által kötött szerződéseket. Kivel milyen időtartamra van kötött szerződés, milyen feltételekkel. Milyen új befektetőket tudunk idehozni. És az új befektetőt úgy értem, hogy nem feltétlenül idegent, hanem esetleg van-e olyan vállalkozó szellemű fiatal, aki abátszaló ki. De per pillanat vidéken dolgozik, mert itt nem talál megélhetést. És tegyük fel, azt mondjuk neki, hogy figyelj, ha te itt vállalkozol, mert neked itt van a hazád, és te ide születtél, és itt nőttél fel, és szeretnél itt vállalkozni a parton, akkor van egy önkormányzati tulajdonú büfé, ezt mi úgymond odaadjuk neked, hogy használd, és indíts el magadnak egy vállalkozást. Természetesen a rezsijét ennek te fogod kitermelni magadnak, és egy feltételünk van az ingyenességnek, hogy helyi alkalmazottat alkalmaz. És ne kiskönyves rendszerrel, vagy napi bejelentős rendszerrel, hanem vegyél fel egy 6 vagy 8 órás alkalmazottat. Akkor ő érdekelt lesz abban, hogy nyisson egy vállalkozást, mert nem kell bérleti díjat fizetni mondjuk, és most ez csak az első évről szól nyilván, aztán majd eldöntheti azt, hogy ő neki ez megéri, vagy nem éri. Az önkormányzat is akkor, hogy jó, akkor mi segítettünk beindítani a vállalkozásodat, akkor most fogsz kapni más jellegű kedvezményt. Érdekelté válik abban, hogy saját vállalkozást nyisson, és érdekelté válik abban is, hogy helyi alkalmazottat alkalmazzon. És hosszú távon ez vissza fog pörögni. Mert hogyha én, mint vállalkozó, alkalmazok kettő embert, és annak nem, tehát nem közmunkásról beszélek, hanem rendes bejelentett 8 órás állásról, aki nem 52 ezer forintot keres, hanem már 80 vagy 85 ezer forintot keres, 35 ezer forintot többet tud elkölteni. Azt ő itt a helyi boltban fogja nyilván elkölteni, ha a helyi boltban költi el, akkor az iparőzési adóban az meg fog mutatkozni. És előbb-utóbb ez a motor beindul, és elkezd pörögni, és ez szépen ki fogja magát forgatni. És arról meg nem beszélve, hogy lesz egy olyan értéke, hogy haza akarnak jönni azok a fiatalok, akik egyébként rengetegen vannak, és nem találták meg a számításukat itt a Tiszató szívében, vagy a központjában, ahol egyébként az ő születésükkor ez egy
gyönyörű hely volt, és büszkék voltak arra, hogy hú, hát én a Vátszalóki vagyok, és nekünk van egy partunk, és itt élet van, és itt az utca végén kinézünk, és csak fejeket látunk, és nem lehet leparkolni. És akkor szerintem még ebben, ez sok mindenkiben élt, és ezt meg lehet fordítani, ezt a folyamatot, ebben az irányban, hogy újra olyan legyen ez a település, és szerintem ebben a fiatalok is partnerek lennének, csak szerintem nem találnak partnerre ebben.